ebből elég. A 60-as, 70-es években az akkori francia és német kormánypárti politikusok mind arról beszéltek, hogy azért van szükség vendégmunkásokra, mert az nemzetgazdasági érdek, de majd hazamennek. Látjuk, hogy nem mentek haza, látjuk, hogy Nyugat-Európa hova jutott, milyen sorsra jutott. A fideszes politikusok ma pont ugyanezeket a kifejezéseket mondják, hogy vendégmunkásokra azért van szükség, mert az nemzetgazdasági érdek, ők sem fognak hazamenni, ugyanarra a sorsra jutunk, mint Nyugat-Európa, csak még gyorsabban, ha hagyjuk. Mi viszont nem akarjuk hagyni. Nem akarjuk hagyni, hogy még nehezebb helyzetbe kerüljenek a magyar dolgozók, nem akarjuk hagyni, hogy még több magyar hagyja el Magyarországot, tisztességes béreket, normális munkakörülményeket akarunk a magyarok számára. Ahhoz viszont, hogy ezt el tudjuk érni, hogy meg tudjuk állítani a vendégmunkások bejövetelét, akik most már lassan 200 ezeren vannak, ahhoz, hogy egy olyan országot tudjunk felépíteni, amely a magyar dolgozó erkölcsi és anyagi megbecsülésére épül, ahhoz viszont minden magyarra szükség van, ahhoz nemzeti összefogásra van szükség, ezért hívunk mindenkit, hogy tartsatok velünk, csatlakozzatok a mi hazánkhoz, mert csak együtt sikerülhet, együtt erősek vagyunk, elég erősek ahhoz, hogy megmentsük hazánkat. Tartsatok velünk, fel a győzelemre!